A Kevi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Technikumban január 25-én ágazati vizsgára került sor, ahol elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adtak a diákok. 15. évfolyamosok fél évi vizsgát tesznek, alapvizsga ez gyakorlatilag, és ahhoz, hogy ágazati alapvizsga, ahhoz, hogy mehessenek tovább a választott szakmájának a bor és pezsgő gyártó technikusoknak, ehhez ez szükséges. Innen gyakorlatilag második alkalommal vagyunk itt alapvizsgán, az előző évfolyam már a végzésre készül. Az ágazati vizsgára a diákok tanáraik segítségével készültek fel. Ez egy teljesen összetett vizsga, és egy komoly előkészleteket és felkészülést igényel. Az élelmiszer alapanyagokból különböző kísérleteket végeztek, és vizsgálatokat is végeztek, ezeket fogják majd bemutatni, valamint munkavédelemből, tűzvédelemből és egyéb ilyen hasonló tantárgyakból készítettük föl őket. Az mellett itt a gyakorlati képzés, ami sajnos eléggé kevés óraszámba van, a gyerekek a feldolgozást is végigvitték, és ezeket a munkahelyeket, amiket most itt végig fognak ők majd csinálni, nyilván többször begyakoroltattuk, főleg a méréseket és a számolásokat, mert hát a számolás az általában probléma szokott lenni. A tanulók fél évi vizsgája két részből állt. Reggel a diákok írásbeli vizsgán számoltak be tudásukról, majd 5 tétel közül húzták ki a gyakorlati feladatokat. Több munkahelyünk van, például ami egyik leglátványosabb lesz a befőtt készítés, és ennek az a pikantériája, hogy fiú csapatról van szó, és a fiúk azért nem annyira kézügyesek ebbe a témába. A vizsga előtt a diákok már elkészítették saját boraikat. Az általuk behozott szőlőfajtából a tartályokban vannak most a vizsgaborai. Múlt héten szakembereknek bemutattuk ezeket a portékákat, és nagy örömünkre nagy volt az elégedettség a felnőttek között is. Gyerekeinket, akik most borral foglalkoznak, azokat borversenyekre el szoktuk vinni. Utóbbi borversenyünk az országos rozé borverseny volt Miklós napján, Kunszent Miklóson, és a gyerekek egy ezüstérmet és 2 bronzérmet hoztak a 283 bor közül, és azért dicsekedve mondom, hogy iskolánk egy aranyérmet is nyert. A technikusi képzésre a tanulók főként Kiskörösről érkeznek, de többen járnak át Kiskunhalasról is. A képzés során a pedagógusok fontosnak tartják, hogy minél több versenyen vegyenek részt a diákok, ezzel is népszerűsítve a bor- és pezsgőgyártó szakot. A következő verseny, amelyre benevezték a diákok borait, a Kiskörösi Nemzetközi Kadarka borverseny lesz.